Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Látószög magyar nyelvű magazin műsorunk áprilisi adását látják. Ebben a hónapban is változatos témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Várja az ügyfeleket a nappali ellátó. Füleken bővítik a konyhai hulladék gyűjtésének rendszerét. 16 középiskola 61 diákja vett részt az idei infoprogon. A város lakossági fórumot szervezett a készülő településrendezési terv kapcsán. Tóth Éva lett a Városi Művelődési Központ igazgatója. A Palóc húsvéton idén is a helyi értékek kapták a főszerepet. Várja a klienseket a füleki nappali ellátó. A Ne Felejtsd Nonprofit szervezet által üzemeltetett 10 fő befogadására alkalmas intézmény a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy időskoruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra. A nappali ellátó a Kohári téren áll, a Művészeti Alapiskola egykori épületében. Az épületben akadálymentes társalgót, ételkiadó helyiséget, pihenőt és higiéniai zónát alakítottak ki. A kliensekről a Ne Felejtsd nyugdíjas otthon munkatársai gondoskodnak, akik naponta legfeljebb 8 órát, reggel 7-től 17 óráig tartózkodhatnak a napközi otthonban. Denis stacionár, itt a ambulantná služba, szociálna služba. Konkrétne tu poskytujeme služby pre občanov od 18 rokov, ktorí nie sú samostatní v sebaobslužných úkonoch a niektorých činnostiach. A to hlavne z dôvodu zdravotného postihnutia alebo dlhodobého zhoršenia zdravotného stavu. Aj napriek tomuto zhoršeniu zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia chcú ostať v domácom prostredí a rodina ich chce mať doma. A títo ľudia môžu navštevovať tento denný stacionár určitý čas dňa, kde môžu aktívne využívať svoj čas. Az ellátás magába foglalja az étkeztetést, szükség esetén a Ne Felejtsd nyugdíjas otthon vállalja az ügyfelek napközibe való szállítását is. A nappali ellátó létrejötte, javíthat az ott tartózkodók életminőségén is. Služby, ktoré tu poskytujeme, sú hlavne sociálne poradenstvo pre klientov, ako ale aj pre rodinných príslušníkov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, čo znamená, že sa prispôsobíme vlastne k tomu, čo on potrebuje rozvíjať a aké činnosti sú pre ňoho najvhodnejšie. Budú sa tu robiť rôzne aktivity, hlavne vyrábanie dekoračných a darčekových predmetov, rozvíjanie komunikácie, a to v kolektíve alebo aj individuálne. Je tu rôzne spoločenské hry, poplatky. Poplatky za denný stacionár sú 2,50 bude za deň, čo vyjde približne 50 až 55 eur za mesiac a plus je strava, ktorá sa môže prijímať v troch variantách. Raňajky a olovranč, ktoré je euro 40, alebo obed a desiata, čo je 3,60, alebo celodenná strava, ktorá vyjde 5 eur. A nappali ellátóban nem csak a fülekieknek, de a környéken élőknek is lehetőségük van a szabadidejük eltöltésére, mozgáskorlátozottak számára is könnyen megközelíthető. Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak, az igényeknek megfelelő közösségi programot szerveznek. A nappali ellátás enyhíti az egyedüllét és a magány érzését, segítséget nyújt a társas kapcsolatok ápolásában, a tartalmas időtöltésben. Az ellátó létrejöttével nagyon fontos elemmel bővült a szociális szolgáltatások palettája Füleken. A 2021-től a szlovák parlament bevezetett egy új kötelezettséget, miszerint a biológiailag lebomló konyhai hulladék szelektálása kötelező. Füleken elsőként a családi házak kapták meg a komposztáló ládákat. Idén áprilisban pedig több tucat új gyűjtőedény került a lakótelepi gyűjtőpontokra Füleken. A barna edények, konyhai hulladékok, például ételmaradékok, csontok, kávé, tea, gyümölcs és zöldséghéj, tojáshéj, régi kenyér, használt szalvéta vagy fogpiszkáló gyűjtésére szolgálnak. Lehetőség van a jótállás lejárta utáni élelmiszereket az eredeti csomagolással együtt a tárolóedénybe dobni, például egész joghurtokat vagy csomagolt sajtokat, sonkákat. A begyűjtésről a CMT Group gondoskodik, amely olyan válogatósorral rendelkezik, amely az eredeti csomagolást vagy a szemetes zsákokat elkülöníti a biológiai hulladéktól. A kukába nem tartozik az egyéb válogatott vagy kerti hulladék.
A CMT Group hetente egy alkalommal szállítja el a hulladékot a lakótelepekről. A hulladéktárolót kitisztított és fertőtlenített üres konténerre cseréli. A családi házakba továbbra is kaphatók a konyhai hulladék komposztálói. Minden háztartás egy komposztálóra jogosult. Információk és kérvények a Városi Hivatal környezetvédelmi osztályán kérhetők. 16 középiskola, 61 diákja vett részt az idei Infoprok 2023 elnevezésű versenyen, amely április 18-án és 19-én zajlott a Füleki Gimnáziumban. Az Étalentum civil szervezet, a Füleki Gimnázium, a Rákóczi Szövetség, a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával 28. alkalommal valósult meg a Szlovákiai Magyar Középiskolák Országos Informatikai Versenye és a Kárpát-medencei Magyar Középiskolák Versenye. A megmérettetésbe a levelező fordulók feladatainak megoldásaival lehetett bekapcsolódni. Ezek eredményei alapján került sor immár újra hagyományos módon a verseny döntőjére Füleken. Két kategóriában mérhetik össze az erejüket, egyrészt a felhasználói kategóriában, itt táblázatkezelést, szövegszerkesztés és adatbáziskezelést oldanak, a programozói kategóriában pedig programozási feladatokat, természetesen a C, a C++, a C Sharp és a Python programozási nyelveken oldják meg. Valamint most már sok éve nagy sikernek örvend a úgynevezett kincskereső játékunk. A kincskereső játék ez a verseny napján indul, és a következő napon is tart még, és addig tart, amíg a legjobb csapat, vagy legjobb egyén meg nem fejti, meg nem találja az összes kincset. Tehát ezek általában ilyen informatikai jellegű feladatok, és akkor a kincsek összesítése valahogy elvezet egy fő kincshez, és aki azt megtalálja, ő is érték és jutalmat nyer, vagy jutalmat nyernek. Az ilyen találkozók fontos részét képezi a tapasztalatcsere, melyet az informatika oktatásának helyzetéről és lehetőségeiről folytattak a tanárkollégákkal. Különös tekintettel a szlovákiai, romániai, szerbiai és magyarországi körülményekre. Nagyon sokat tanulunk egymástól, ki mit tanít, milyen módszereket alkalmaz, és ezzel aztán mi is a saját informatika oktatásunkba tudunk segíteni. Idén volt még egy érdekesség is, a drónprogramozás, egy workshopot tartottam a tanároknak, és megbeszéltük, hogy ennek folyamányaként elmegyek majd a különböző helyszínekre, és még külön drónfoglalkozásokat fogunk tartani a diákoknak elsősorban. És azt a úgynevezett tavaszalló projektünket, drónprojektünket tudjuk folytatni. Az ünnepélyes díjkiosztáson a zsűri értékelte a versenyzők teljesítményét, majd kategóriánként díjazták a három legeredményesebb egyént és csapatot. A szlovákiai országos versenyben a legsikeresebbnek a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvi Magángimnázium és a Vámbéri Ármin Gimnázium diákjai, az Open kategóriában pedig a Kisvártai Szent László Katolikus Gimnázium diákjai bizonyultak, akik több kategóriában dobogós helyen végeztek. A Füleki Gimnázium diákjai a 4., 5., 6. helyen végeztek, valamint a kincskereső játékban ők győzedelmeskedtek. Fülekváros vezetése áprilisban lakossági fórumot szervezett a készülő településrendezési terv kapcsán. Ez egyike azoknak a stratégiai dokumentumoknak, amelyek a következő évekre meghatározzák a város fejlődését. A lakosok véleményét és megjegyzéseit a közbeszerző és a dokumentáció kidolgozója jelenlétében hallgatták meg. Az új területrendezési terv előkészítési munkálatai 2022. novemberén kezdődtek, amikor az önkormányzat nyilvánosan meghirdette és hivatalosan megszólított 75 érintett állami, megyei és járási hivatalt, szakmai intézményt, műszaki infrastruktúra kezelőit, tulajdonosait, a város területén működő cégeket, vállalkozókat, hogy 2023. január 31-ig fogadja az észrevételeket, javaslatokat, amelyek a következő tervezési szakaszban beépítésre kerülnek a rendezési tervbe. A területrendezési tervek tulajdonképpen azt a célt szolgálják, hogy az adott település fejlesztése bizonyos szabályok szerint egy rendszerben történjen, és egész Szlovákia területén azok a települések, amelyek rendelkeznek területrendezési tervvel, sokkal könnyebben tudják végrehajtani a település különböző irányú fejlesztési elképzeléseit. Itt konkrétan most Fülekváros területrendezési terve ugye egy
érvényes dokumentum, viszont 1999-ben került elfogadásra, és mivel változnak az idők, és új fejlesztési irányt vesz a város, ezért egy új területrendezési tervet készít most a város. Az állapotfelmérés ez év augusztus végéig tart. Majd ősszel kerül kidolgozásra az úgynevezett feladatmeghatározás, amely meghatározza majd a város területi fejlődését, térségi szerkezetét és területhasználati szabályozását az elkövetkező 20-25 évre. Ez a területrendezési terv jelenleg olyan stádiumában van, hogy van egy olyan szakember, aki a közbeszerzésével foglalkozik a teljes dokumentációnak, és van egy olyan szakembergárda, akik viszont majd végrehajtják ezt a megvalósítását magának a területrendezési tervnek. A területrendezési terv szövegi és grafikai részekből áll, és jelenleg az előkészítő folyamatok zajlanak. Ebben a stádiumban, úgy, mint ma is megvalósult egy lakossági fórum, szeretnénk, hogyha majd a lakosok bekapcsolódnának, és véleményt, tehát a véleményüket elmondanák azzal kapcsolatosan, hogy az egyes lakóvezetek, város egyes területei milyen irányba fejlődjenek, milyen problémákat látnak, és mit szeretnének esetleg másként, mert ezeket foglaljuk majd ugye aztán egy ilyen összefoglaló dokumentumba, ami meghatározza aztán a további fejlesztési stádiumokat, vagy tervezési stádiumokat. A lakosok a készülő településrendezési terv kapcsán folyamatosan küldhetik az észrevételeiket a funkció meghatározás, beépíthetőség és szabályozási lehetőségek témában. Április elejétől új igazgatója van Füleken a Városi Művelődési Központnak. A Losonci Tóth Éva Illés Kósik Andreától vette át az intézmény irányítását. Kit tisztelhetünk az új igazgatónőben, és milyen kulturális rendezvényeknek örvendhetnek a közeljövőben a fülekiek? A tudósításból kiderül. Tóth Éva Losoncról származik. 17 évig dolgozott a Kassa Itália Színházban színésznőként és művészeti titkárként. Elmondása szerint mindig is nagyon közel állt a szívéhez a kultúra, ezért miután hazatért Kassáról Losoncra, megalapította a Losonci Anzix blogot, ahol igyekezett népszerűsíteni a Losoncon és környékén zajló kulturális eseményeket. Egyetemi végzettségem a Besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetemhez kötődik, ahol fordító szakon végeztem távúton, mivel úgy éreztem, hogy valamilyen további tudást még magamba kell szívnom, és úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos is volt, hiszen ezt az állást is a főiskolai végzettségemnek köszönhetően is pályáztam meg. Mint elmondta, 16 évig dolgozott fordítóként, ezért is szerette volna valami újban kipróbálni magát. Másfél évtizedes otthoni, magányos munka után az ember társaságba vágyik mindenképpen, így kaptam az alkalmon, hogy eljöhessek ide Fülekre, ahol remek emberekkel ismerkedtem meg kell, hogy mondjam, hogy a kollégáim fantasztikusak. Úgy érzem, hogy két hét után is már egy csapatot alkotunk, kölcsönösen megbízunk egymásban, és remélem, hogy ez így is marad. A kulturális rendezvények tekintetében idén is színes programokra lehet számítani a VMK szervezésében. Májusban nagy örömömre magyar nyelvű és szlovák nyelvű színházi előadások is várhatók. Első körben 6-án a Zsákszínház, ugye az a helyi csoport mutatja be Spiró György Kvartett című műve alapján készült négyesben című színdarabját, majd egy szlovák nyelvű színházi előadás várható a Horúca Sprcha címen, ami a divadlokomédia formáció égisze alatt működő színészeket foglalja magában, olyanokat, mint Peter Kocsis, Zuzana Tlucskova és sokan mások, valamint Rák Viktóriát és Lucskai Robit volt kollégáimat is köszönhetjük majd itt Füleken a Varsói Melódia című darabjukkal május 23-án, ha jól tévedek. És természetesen már készülnek a Városi Gyermeknapra is, mely idén június 3-án valósul meg a Városi Parkban. Remek dolognak tartom, hogy Füleken ennyi nívós és sokrétű gazdag program volt eddig is, amiért szintén köszönettel tartozunk a volt igazgatónőnek, Illés Kósik Andreának. Ezt a vonalat szeretnénk továbbvinni. Annyival egészíteném ki a dolgot, hogy
Nagyon bízom benne, hogy az egyes programokra, rendezvényekre nagy számban jönnek majd a nézők, hiszen mit ér egy-egy rendezvény, egy-egy színházi előadás, hogyha kevesen ülnek a nézőtéren. Nem beszélve arról a rengeteg energiáról, ráfordított időről és pénzről, amit egy-egy ilyen rendezvény megszervezése megkövetel. Úgyhogy ezúton is szeretném meghívni a fülekieket, hogy jöjjenek el minél többen, és kapcsolódjanak ki, hiszen ezért vannak a kulturális programok. Kövessék tehát a Városi Művelődési Központ Facebook oldalát és weboldalát, ahonnan első kézből kaphatnak információt a közelgő kulturális eseményekről. Tojásfestés, mézes kalács díszítés, húsvéti figurák készítése, népművészeti műsor és meg annyi színes kísérő program várta a látogatókat húsvét hétfőn a Füleki Várban. A Palóc húsvét elnevezésű hagyományos rendezvény immár 16. alkalommal valósult meg. A hangsúly idén is a helyi értékekre, a palóc hagyományokra helyeződött, de a műsorban a magyar mellett a szlovák kultúra is helyet kapott. Húsvétkor úgy szoktuk díszíteni a mézes kalacsot, minthogyha igazi hímes tojást díszítenénk, felosztjuk 4 részre. Ez a palócföldi kézműves a mézes kalács díszítés fortéját mutatja az érdeklődőknek. Most egy karikát beragasztóztam, és megcsináljuk a virágnak a közepét. Ez egy ilyen kör lesz. Ennél a standnál pedig a fonalas tojás díszítési technikát sajátíthatják el a látogatók. A húsvéthoz kapcsolódó népszokások legtöbbje már csak a szórványban él. Így van ez a hímes tojás festésével is. A helyi Motolla kézműves baráti kör tagjai ezért igyekeznek ezeket visszatanítani, népszerűsíteni. Az viaszos batik technika az elterjedt egész Kárpát-medencében, de igyekszünk a mi vidékünkre jellemző mintákat hozni, és azokat népszerűsíteni. A drótozott tojás az inkább az északi vidékekre jellemző. A maratás is több helyen ismert, de Losonc vidékéhez közeli Poliknon maradt fenn a szlovák részről is, de magyar vidékeken is díszítettek a mi vidékünkön is ilyen ecetes maratása, sőt a régebbi időkben nem is ecettel, hanem a savanyú káposzta levével maradtak a tojásokat. Eközben a vártövében felállított szabadtéri színpadon zajlott a kultúrműsor. A nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt a helyi értékek és a palóc hagyományok bemutatására hozták létre. A 16. alkalommal megrendezésre kerülő Palóc húsvét követi azt a hagyományt, amely az előző éveket is jellemezte. Tehát van egy színpadi műsor, és vannak kísérő programok, és nyilván mind a kettőn belül a palócok kultúráját, akár folklór formájában, akár ugye díszítőművészet formájában próbáljuk megmutatni. Tehát itt vannak a motollások, akik állandó résztvevői ennek a rendezvénynek, és elsősorban ugye azt a fajta tojássírásos technikát mutatják meg, amely a húsvéti hagyománykörhöz kapcsolódik. A Palóc húsvét Nógrád egyik legismertebb eseménye. A látogatók az ünnepi programok mellett megtekinthették a Bebek-torony állandó kiállítását is. Várja az ügyfeleket a nappali ellátó. Füleken bővítik a konyhai hulladék gyűjtésének rendszerét. 16 középiskola 61 diákja vett részt az idei infoprogon. A város lakossági fórumot szervezett a készülő település rendezési terv kapcsán. Tóth Éva lett a Városi Művelődési Központ igazgatója. A Palóc húsvéton idén is a helyi értékek kapták a főszerepet. Kedves nézőink, köszönöm, hogy ismét minket választottak. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!